Szűk egy évvel ezelőtt Újfehértón már tartott egy hasonló rendezvényt a páros. Ezúttal a Vármegyei Szövetség meghívására érkezve Nyíregyházán, a Tiszavasvári úti csarnokban 20 fiatalt igyekeztek hozzásegíteni ahhoz, hogy minél jobb kapussá váljanak. Az olimpiai ezüst és bronzérmes 131-szeres válogatott Farkas Andrea a mentális képzés fontosságáról tartott előadást. Ezt próbáltam a srácoknak is most elmondani, hogy saját tapasztalatból érezzék azt, hogy ennyi idős voltam, amikor én indultam, és hova lehet eljutni úgy, hogy közben jönnek a nehézségek, hogy áldozatokat kell hozni, hogy fel kell dolgozni ezeket a kudarcokat, és tovább kell lépni belőle. Én azt hiszem, hogy elégedett lehetek azzal a pályafutással, amit én elértem. Fontosnak tartom, hogy beszélgessünk egy kicsit ezekről a dolgokról, hiszen a kapus egy nagyon speciális, mondhatni azt, hogy egyéni játékos egy csapatjátékon belül, és hogy beszélgessünk ilyen dolgokról is, és hogyha már egy szót, egy mondatot elvisz, vagy úgy áll föl innen, hogy azt mondja, hogy valamit beépítek az én saját egyéniségembe, és valamitől most könnyebb lett nekem, vagy jobb lett, akkor már megérte. A 25-szörös válogatott KEK és EHF kupa győztes Pastrovics Melinda szerint már fiatal korban is rendkívül fontos a speciális képzés. Ennek a programnak a célja, hogy 12 éves korosztálytól 16-7 éves korosztályig ugye nagyjából ez a tapasztalat, hogy most már rendszeresen részt vesznek a kapusképzésben, a megyei képzésben a gyerekek. Azt gondolom, hogy korosztálynak megfelelően, de a legfontosabb az, hogy ezek a gyerekek azok az alapdolgokat, amiben később tud boldogulni a kapuba, ugye a technikák, az alaptechnikák, alap lábmunkás gyakorlatokat, koordinációs gyakorlatokat, egyensúly gyakorlatokat mutassunk nekik, tanítsunk minél több olyan dolgot, amivel gyakorlatilag a célja az, hogy megtanulja a gyerekkorban azokat a dolgokat, hogy kell kezelni, hogy kell irányítani a saját mozgását, hogy kell koordinálni. Én nagyon fontos ez kiemelt, én úgy gondolom az utánpótlás képzésben ezek az alapdolgok, amivel majd később ezt hasznosítani tudja, minél idősebb lesz, annál célszerűbben tudja végrehajtani a feladatokat. Pastrovics Melinda elmondta, azért dolgoznak, hogy a fiatalok befussák azt a pályaívet, amelyre tehetségük predesztinálja őket. A párossal ebben az évben egyelőre nem ismert helyszínen még találkozhatnak az érdeklődő kapusnövendékek.